Hamarosan szükség lehet arra a frissített etikai kódexre, amelyik abban segít az orvosoknak, hogy melyik beteget kell megmenteniük, és melyiket nem. Erről beszélt Lantos Gabriella egészségügyi szakértő az ATV reggeli műsorában. Közben több ellenzéki politikus is attól tart, hogy a halálozások számáról pontatlan adatokat közöl a kormány. A mentőszolgálat szerint 13 ezer teszt elvégzésére kapnak felkérést naponta. Egy covidos beteg által készített felvételen pedig az látszik, hogy van olyan kórház, ahol a folyosón fekve várakoznak a betegek. Folyosón alvó betegekről küldött videót a Hírklik nevű hírportálnak Márton András, Jászai Mari díjas színész, az egyik budapesti kórházból. A művész saját lábán ment be az intézménybe, ahonnan végül hazaküldték, elmondása szerint arra hivatkozva, hogy nincs szabad ágya számára. Amikor megérkezett, már több tucatnyi ember volt a zsúfolt folyosón. Pontosan 23 órán keresztül ültem itt ezen a folyosón, várva azt, hogy történjék velem valami. Lantos Gabriella egészségügyi szakértő, a Pálinkás József által nemrég alapított Új Világ Néppárt szakpolitikusa úgy számol, hogy országosan legfeljebb 1300 beteg egyidejű lélegeztetésére képes az ellátórendszer, anélkül, hogy más súlyos betegek ellátását veszélyeztetnék. Amikor 1300 beteget kell lélegeztetni, akkor nem lesz elég nővér, akkor az orvosoknak dönteniük kell, és erre most az etikai kollégium fel is újította azt a már tavasszal elkészített etikus döntés nevű dokumentumát, amelyik megmondja az orvosoknak, hogy melyik beteget kell megmenteni, és melyiket nem. Hogyan lehetséges az, hogy amíg a kórházban kezeltek és lélegeztetett betegek számának emelkedése a világon mindenütt együtt jár, a halálozási adatok emelkedésével is, nálunk valami egészen más történik. A DK attól tart, hogy a kormány kozmetikázza a járványügyi adatokat. Hadházi Ákos független képviselő szerint a félelmük nem alaptalan. A politikus azzal kereste meg az országos tisztifőorvos hivatalát, hogy a halálozási adatokat ne országosan, hanem kórházakra lebontva hozzák nyilvánosságra. Érdemi választ azonban nem kapott. Azért lenne fontos, hogy az összes intézmény, az összes kórházban lássuk a részletes halálozási adatokat, mert ekkor tudjuk ellenőrizni, hogy az összesített szám az valódi, vagy pedig esetleg kozmetikázzák azt. Nő a terhelés a mentőszolgálatnál is. A testület szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, naponta 12-13 ezer teszt elvégzésére kapnak megrendelést a házi orvosoktól. Ez egy olyan megrendelés szám, vagy feladatszám, amihez nem csak a kapacitást kellett erősítenünk, hanem új módszereket is ki kellett dolgozni. És ilyen új módszer volt, ezek az úgynevezett stabil mintavételi pontok létesítése. A mentőszolgálat egyébként naponta átlagosan 3000 olyan esetet lát el, ami, ahogy fogalmaztak, a normál működéshez tartozik, azaz nem a járvánnyal összefüggő tevékenység. A magyar kormány megvétózza az Európai Unió költségvetését. Az EU egyik vezető tisztségviselője szerint ez súlyos krízist idézne elő, de a háttérben már dolgoznak a megoldáson. A portfólió elemzője szerint 4 lehetséges forgatókönyv lehet, legrosszabb esetben felfüggeszthetik Magyarország szavazati jogát. Levélben tájékoztatta Orbán Viktor az uniós vezetőket arról, hogy a magyar kormány megvétózza az EU 7 éves költségvetésével és a helyreállítási alappal kapcsolatos jogalkotást. Itt több mint 652 ezer milliárd forintról van szó, melynek része egy gazdaságélénkítő csomag is. Ez a járvány okozta gazdasági károkon segítene. Azt jelenti pontosan, hogy ami a legfontosabb most, és elsősorban a déli tagállamoknak, hogy ez a mentőcsomagnak a kidobása feléjük, az csúszhat, tehát sokkal nehezebb lesz akkor talpra állítani az európai gazdaságokat, hiszen nem csak egyszerűen a költségvetésről, hanem egy speciális költségvetési eszközökről is szó van, melyek azt szolgálják, hogy ezért ne húzódjon el egy gazdasági válság Európában. A magyar és a lengyel kormány már korábban kilátásba helyezte, hogy megvétózza az egyezményt. Ennek az az oka, hogy egy harmadik rendeletben, az úgynevezett jogállamisági rendeletben a többi tagállam és az uniós intézmények a jogállamiság kritériumainak teljesüléséhez kötik a kifizetéseket. Ezt az EU-s nagykövetek hétfő délutáni tanácskozásán a tagállamok képviselői minősített többséggel támogatták. Ez annyit jelent, hogy elvonhatják majd az EU-s támogatást attól a kormánytól, amelyik az Európai Bizottság értékelése szerint megsérti a jogállamiság alapelveit. A portfólió elemzője szerint a magyar vétó után 4 lehetséges forgatókönyv jöhet szóba. Az első, hogy egy háttéralkú fog születni, melynek értelmében részben felpuhítják a jogállamisági rendeletet. A másik forgatókönyv az, hogy
végül a folyamatok abba az irányba haladnak, hogy a helyreállítási alapban való részvételből kimarad a magyar és a lengyel kormány, míg az összes többi tagállam kormányközi alapon szerződik, és így haladnak tovább a közös kötvénykibocsátás útján, és ezáltal a legnagyobb bajba jutott tagállamoknak a megsegítése útján. A harmadik lehetőség az elemző szerint nagyon súlyos zavarokat okozna, ugyanis ebben az esetben mind a két költségvetési rendelet tervezetet továbbra is blokkolná a magyar és a lengyel kormány. Így nem lesz új költségvetése az EU-nak, és 2021-től egy veszélyhelyzeti megoldással fog tovább menni a 2020-as költségvetési év. A negyedik lehetőség, hogy a német soros elnökség szavazásra viszi a hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt a két ország szavazati jogát akár fel is függeszthetik. Ha több lesz a sürgősségi osztályokon a súlyos állapotú beteg, mint a meglévő kapacitás, az orvosoknak életekről kell dönteniük. Ezzel kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiuma tavasszal fogalmazott meg ajánlást. Hegedű Zsolt, az etikai kollégium elnöke egy korábbi interjújában az RTL Klubnak azt mondta, az ajánlás alkalmazására érdemes felkészülni fejben, lélekben és szervezettségben. Az országos tiszti főorvos ma arról beszélt, extrém a terhelés az egészségügyön. Egyre többen kerülnek kórházba, egyre többen vannak lélegeztetőgépen. Jelenleg 7477 koronavírusos beteg fekszik kórházban, közülük 576-an vannak lélegeztetőgépen. Amennyiben az intenzív osztályokon több súlyos beteg lesz, mint a meglévő kapacitás, az orvosoknak életekről kell dönteni. Erre az esetre a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiuma egy úgynevezett etikai eljárás dolgozott ki még tavasszal. Ennek értelmében továbbra is a legfontosabb az, hogy minél több életet mentsenek meg. A döntést egy pontrendszer segíteni, ahol nem az életkor, hanem sokkal inkább az adott embernek az életkilátásai lennének mérvadóak. Ez nagyon helyes, hogyha megpróbálják. Hogyan nem, ez hülyeség. Mind, aki bemegy a koronás beteg, az mind kap. Én szerintem a fiatalabbak javára lemondanák természetesen mindenféle pontrendszer alapján. Ez nagyon durva dolog, kérem szépen, mert különbséget tesznek beteg-beteg között, néha idős lebetegszik, ugyanúgy meg kell gyógyítani. Az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának elnöke egy fórumon azt mondta, az ajánlás célja, hogy helyes etikai irányelvek mellett életeket mentsenek. Hogy a társadalom lássa, hogy a betegek ellátása etikai és szakmai szempontok szerint zajlik, és hogy segítsenek az orvosoknak. Égnek ki a fronton levő kollégák, depressziósak, túlterheltek, tehát tényleg olyan, mint hogyha egy második világháborús fronton lennének, hogy azt a súlyos morális dilemmát, ami a vállukon van és választani kell, azt valahogy levegyük. A végső döntést egy három főből álló triás csapat hozhatja meg, akik személyes kapcsolatban nem kerülnek a beteggel. Figyelembe veszik az állapotát, a kórelőzményeit és a kísérő betegségeit, illetve azt, hogy azok mennyire ronthatják a túlélés esélyeit. A döntésnél nem lehet szempont az érkezési sorrend és bármilyen más nem egészségügyi tulajdonság sem, de az állapotos nőket például előre kell sorolni. Erre az Orvosi Kamara március-áprilisban felhívta a figyelmet, és mindenki, aki szakértő megszólalt a médiában, az mondta, hogy a járványt a szakemberekre hallgatva nem a kórházi ágyakon kell megoldani, és nem a lélegeztetőgépek száma fogja meghatározni, hogy hány ember menekül meg. Komáromi Zoltán szerint a kormány járvány elleni védekezése, a tesztelés hiánya közrejátszik abban, hogy egyre többen fekszenek intenzíven. Müller Cecília viszont azt mondta, a világon mindenütt, így itthon is extrém terhelés van az egészségügyi rendszeren. Egyszerűen hangzik, hogy ha a fertőzöttek száma csökken, akkor nyilvánvalóan a kórházi ellátásra szorulók száma is csökkenni fog. Az országos tiszti főorvos ezért mindenkit arra kért, tartsák be a szabályokat, hogy csökkenhessen a nyomás az egészségügyön. Kérjen segítséget azoktól, akik értenek az önkormányzatokhoz. Ezt üzente Székesfehérvár fideszes polgármestere Parag Lászlónak az Iparkamara újabb javaslata kapcsán. Az előterjesztés nem csak az iparűzési adót engedné el, de egyúttal az önkormányzati adókat is befagyasztaná. Cserpalkovics András szerint a javaslat szakmailag rossz, a településeket pedig ellehetetlenítené. Közben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége levélben kért konzultációt az Iparkamara elnökétől és a belügyminisztertől. Meredek, de azért föl lehet rajta kaptatni. Csak a kellő arányt kell eltalálni. Pénteken így reagált Orbán Viktor arra az iparkamarai javaslatra, ami egy évre felfüggeszteni az iparűzési adót. Az újra gondolt ajánlás szerint a kamara teljes KKV-szektornak elengedni az iparűzési adót idén és jövőre is.
közben az önkormányzati adókat is befagyasztanák, nehogy a települések azokkal pótolják a kieső bevételeket. Levélben kért konzultációt az iparkamarától és Pintér Sándor belügyminisztertől is. Erről már a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke beszélt híradónknak. Gémesi György úgy véli, az iparkamara elnökének célja a tanácsrendszer visszaállítása. Parag László a 1990 előtti középkádári korszak tanácsrendszerét akarja visszaállítani, mert egy olyan központosítást javasol, ami gyakorlatilag egyértelműen az önkormányzati bevételeket teljes mértékben lekorlátozza. Amiért eddig jó volt élni Ferencvárosban, és már nem is beszélek a választási ígéreteinkről, az nem lesz. Ferencvárosban akár a közalkalmazotti fizetések is elmaradhatnak. A pandémia költségei mellett kormányzati elvonások is sújtják a kerületet. Gépjárműadóból 220, parkolásból 600 millió forinttal kevesebb folyik be az előzetes tervekhez képest. A szolidaritási adó 800 milliót, míg a közterületfoglalási díj további 1 milliárd forintot von el a vezetéstől. És ezeket a bevételkieséseket tetézni az iparűzési adó elmaradása, amiből nagyjából 5 milliárd folyik be a kerületbe. Ez a javaslat szakmailag rossz, a vállalkozásoknak nem segít, a településeket pedig el lehetetleníteni. A településen élőknek fájna a legjobban, miközben a válságban lévő cégeken sem segítene. Ezt mond a híradónknak Székesfehérvár fideszes polgármestere a javaslatról. Cserpalkovics András abban sem biztos, hogy Parag László a gazdaságot képviseli, ezért kéréssel fordult az elnökhöz. Tényleg azt kérem, hogy a kamara elnökétől, hogyha ilyen kérdésekben megfogalmaz javaslatot, akkor bátran emelje fel a telefont, és kérjen segítséget azokhoz, akik az önkormányzatokhoz értenek. Adott esetben pedig a helyi vállalkozásokat sokkal jobban ismerik, mint ő maga. Még egyszer egy rossz szakmai javaslatot fogalmazott meg. Cserpalkovics András nem az egyetlen fideszes városvezető, aki megszólalt az ügyben. Korábban Pap László Debrecen és Dézsi Csaba András Győr polgármestere is kifejezte nem tetszését. Orbán Viktor szerint Brüsszelben csak azt az országot tekintik jogállamnak, amelyik beengedi a migránsokat. A miniszterelnök a többi között ezzel indokolta, miért vétózta meg az Európai Unió 7 éves költségvetését és a helyreállítási alappal kapcsolatos jogalkotást. Az ellenzék tiltakozik és közös levélben fordult az uniós vezetőkhöz. Néhány évvel ezelőtt Állítsuk meg Brüsszelt feliratú plakátokkal indított kampányt a kormány. Az ehhez kapcsolódó nemzeti konzultációban arról lehetett nyilatkozni, hogy a soros terv részeként telepítsenek-e menekülteket Magyarországra vagy ne. Úgy tűnik, hogy az akkori kommunikáció nem sokat változott. Ugyanis Orbán Viktor szerda reggel kiadott nyilatkozatában azzal magyarázza az Európai Unió költségvetésének, illetve a helyreállítási alapnak a megvétózását, hogy Brüsszelben csak azt az országot tekintik jogállamnak, amelyik beengedi a migránsokat. Ráadásul a javaslat elfogadása után annak sem lenne akadálya, hogy a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kössék, és ezzel zsarolják az országokat, olvasható a kormány főnyilatkozatában. 25 tagállammal áll szemben. A Jobbik európai parlamenti képviselője szerint azonban ez éppen fordítva van. 2015 óta az Európai Unióban már nagyon nagyot haladt előre az Európai Unió a migráns politikával kapcsolatban, és jelenleg semmi olyan javaslat nincs az asztalon, ami Orbán Viktornak a véleményét alátámasztaná. Itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy egy betegesen Európa ellenes miniszterelnök az megpróbál zsarolni 25 másik tagállamot. Gyöngyösi Márton szerint itt nem egyszerűen egy politikai vitáról van szó, hanem egy szükséghelyzetről, amit a magyar miniszterelnök most blokkol. Hasonlóan vélekedik erről az MSZP európai parlamenti képviselője is. Agyrém, amit művel a miniszterelnök és a kommunikációs gépezete az embernek, most már csak nagy ferósora jutnak eszébe, aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop, hazudni, csalni, csúnya dolog, a magyar társadalmat félrevezeti a kormányzat, Brüsszel semmi mást, és a 25 tagállam szemben a két renitens tagállammal semmi mást nem szeretne, mint hogy betartsák a jogszabályokat, és ne lopják el az EU-s forrásokat. Varga Judit igazságügyi miniszter kedden az uniós általános ügyek tanácsában a jogállamiság és a költségvetés ügyében vitázott, ahol azt mondta, hogy ki akarják éheztetni az országot, fájdalmat akarnak okozni Magyarországnak, nem is érti, hogy várják el, hogy ezt a magyar kormány támogassa. Az ellenzék közben közösen is felhívást intézett az Európai Tanács elnökéhez, az Európai Bizottság elnökéhez, valamint a tanács soros elnökségéhez is. Ebben azt írták, hogy Orbán Viktor és kormánya nem egyenlő Magyarországgal, és a vállalkozásaiknak is szükség van az Európai Unió helyreállítási támogatására.
Ezért arra kérik az Európai Unió intézményeit és tagállami kormányait, hogy találjanak megoldást arra, hogy az Orbán kormány önzése ne lehessen akadálya az európai és a magyar gazdasági válság megoldásának. A választási szabályok megváltoztatásáról tárgyaltak a parlamentben. A kormánypártok javaslata szerint az eddigi 27 helyett 50 egyéni választókerületben kell jelöltet állítania annak a pártnak, amelyik országos listát akar állítani. A kabinet a kamupártok megszüntetésével indokolta a törvénymódosítást. Az ellenzék szerint a kormány retteg attól, hogy elveszíti a 2022-es választásokat. Tisztelt Ház! Az igazságügyi államtitkár ismertette a kormány választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. A módosítás szerint az eddigi 27 helyett 50 egyéni jelölt kell majd egy országos pártlista állításához. A kabinet a törvény módosítását a kamupártok felszámolásával indokolja, melyek miatt milliárdok folytak ki az államkasszából, mondta Hende Csaba. Nem értem, hogy mi zavar egyeseket, hogy mi ez a zajgása a parlamentben csak úgy, mint a sajtóban, mert ez ugyebár az önök szándékaival teljes mértékben egybevágó módosítás. Hende Csaba hangsúlyozta, a módosítást nem érinti a baloldali összefogás lehetőségét. Semmiben, de semmiben nem gátolja és nem akadályozza ez az új szabály, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a hatályos törvény hatályban léte alatt már kijelentették, hogy hatodik haszakad, így is úgy is egy közös listájuk lesz. Örülök annak, hogy az előző felszólásokban megtudtam, hogy a Fidesz-KDNP a politikai élet grál lovagja. A jobbikos képviselő szerint a lista bővítés helyett a pártfinanszírozáshoz kellett volna hozzányúlni. Ráadásul ezzel a módosítással a helyi regionális érdekek sem érvényesülhetnek az országgyűlésben. Nyilván önöknek az az érdeke, hogy legyen kétpólusú a rendszer, lehessen választani az embereknek, vagy Orbán, vagy Gyurcsány. Önök mindig ezt szerették volna. Az MSZP kifogásolta a törvény benyújtásának körülményeit. Én azt gondolom, hogy egymagában vérlázító. És tessék már nekünk megmondani, ezzel a törvénnyel, ezzel a jó választási törvénnyel, jelen pillanatban hány magyar ember életét kívánják megmenteni? A DK-s Arató Gergely a levélszavazatokra vonatkozó új szabályt, a szavazólapok lefényképezhetőségét és a határon túli magyarok szavazataival való visszaélését bírálta. Az a helyzet, hogy önök ezzel az intézkedéssel a legelterjedtebb választási csalást akarják legalizálni. Azért akarják legalizálni a választási csalást, mert önök is tudják, hogy egy tisztességes és fair választáson nem sok esélyük van megnyerni a következő választást. A Párbeszédes Szabó Tíme arról beszélt, a kormány nem a választás tisztasága felett akar őrködni, a rendszert szeretné átalakítani. Rettegnek attól, hogy elveszítik ezt a 22-es választást. Látták önök is az Avec Research egy héttel ezelőtt megjelent felmérését, amiben a közös listának 40%-os támogatottsága van, a Fidesz-KDNP listának meg 36%-os. Ilyen 10 éve nem volt, most önök megijedtek. A Párbeszéd politikusa hozzátette, szerinte biztosan lesznek még módosítások a javaslatban, de ha a kormány meglépi, hogy nem indulhat közös lista a választáson, azt az ellenzék és az unió sem hagyja majd szó nélkül. Tőlünk nem kell félteni a jogállamot, jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszter úgy fogalmazott, hogy az unió és Magyarország vitája nem is erről szól, sokkal inkább a bevándorlásról. Andor László volt EU biztos szerint viszont, ha sikerül megvilágítani azt, hogy a jogállami feltételek alkalmazása és az unió migrációs politikája között nincs kapcsolat, az segítene feloldani a konfliktust. Most már az unió legfelső szintjén van a következő 7 éves költségvetés és a többi európai forrás ügye. A magyar miniszterelnök továbbra is tartja magát a korábban bejelentett vétójához. Pedig Orbán Viktor hozzájárulása nélkül az unió nem dönthet a jövőbeni pénzekről. Erről délelőtt beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón, és hozzátette, zsarolásnak tartja az úgynevezett jogállamisági feltételeket. Tőlünk a jogállamot félteni nem kell, itt azonban nem a jogállamról van szó, hanem arról, hogy a bevándorlás ügyben az Európai Uniós fővonallal szembeszálló államokat hogyan lehet térdekényszeríteni. Bemerevettek a politikai álláspontok. Nem várja a vita napokon belüli lezárását Andor László, korábbi magyar EU biztos. Az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős volt tagja, híradónknak azt mondta, reméli, hogy sikerül egyértelművé tenni, az ügy nem az unió migrációs politikájáról szól. Például ebből az irányból meg lehet próbálni leszerelni
ezt az ellenállást, tehát gyakorlatilag megvilágítani azt, hogy itt nincs konkrét kapcsolat, és a migrációs politika alakulása egészen más mederben folyik az Európai Unióban, mint a jogállamisági kritérium alkalmazása, akkor ez talán segíthet a konfliktus feloldásában. A helyzet kapcsán megnyilvánult Soros György is, aki azt írta, Európának ki kell állnia Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. A 90 éves üzletember egyebek mellett a miniszterelnök gazdagodásáról írt, és kétségbeesett szerencsejátéknak nevezte a magyar vétót egy véleménycikkeket közlő oldalon. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy értékelte az írást, hogy ezzel Soros kiadta az ukázt a brüsszeli bürokratáknak és a magyar baloldalnak. Azzal, hogy a baloldal Gyurcsány Ferenc vezetésével az elmúlt időszakban a Magyarországot támadók oldalára állt, ezzel újra Soros zsoldjába szegődött. De mi üzenjük Sorosnak és embereinek, továbbra sem engedünk semmilyen zsarolásnak. Az Európai Parlament már jelezte, szó sem lehet a jogállamisági mechanizmus vitájának újranyitásáról. A Fidesz Európai Parlamenti pártcsaládjának frakcióvezetője pedig arra szólította fel a magyar kormányfőt, hogy térjen végre észhez, mert Európa zsákutcába jutott, de nem szabad, hogy búcsút mondjon saját alapértékeinek. Önkéntes munkát vállalnak a járvány idejére a színművészeti hallgatói. Megtudták, hogy a mentőszolgálatnál telefonos adminisztrátorokat keresnek, oda mennének segíteni, illetve minden csütörtökre véradást is szerveznek. Közben a fővárosi törvényszék megállapította, hogy az oktatók munkabeszüntetése jogszerű, így a sztrájkbizottság azt kéri a fenntartótól és a munkáltatótól, hogy kezdje meg a tárgyalásokat. Eltűntek a molinók és a legtöbb szalag is a Színház és Filmművészeti Egyetem vasutcai épületének bejárata elől, a homlokzaton pedig egy nagy kéz látható, benne egy vörös kereszttel. Az egyetem polgárai a szolidaritásukat fejezték ki így az egészségügyi dolgozók felé, de más módon is igyekeznek segíteni. A járvány miatt most sokkal kevesebb ember ad vért, így szervezünk véradókat, akik minden csütörtökön tudnak menni és vért adni. Szeretnénk ebbe becsatlakozni, illetőleg a mentőszolgálatnak is segíteni, mert telefonos adminisztrátorokat keresnek. Most ez a két lehetőség az, amin nagyon aktívan dolgozunk. Az egyetem épületei kulcsra zárva, de a portaszolgálat folyamatosan jelen van. Ha bármelyik hallgató beszeretne menni a kollégiumba felejtett dolgaiért, akkor az csak egyesével és egy kísérő személlyel tehet. Meg. Ha diákigazolványt vennének át, vagy aláírandó papírjuk van, akkor azt a portán vagy az épület előtt intézhetik. Mindenről Csató Kata számolt be az online sajtótájékoztatón, ahol azt is elárulta, hogy az új kancellár kedd óta az épületben van. Folyamatosan megbeszéléseket tartanak a dolgozókkal, tehát minden nap más egységet hívnak be, talán pont szerdán voltak egy találkozón, ez mondjuk nem az egyetemen volt, Zala János elhívatta a tanulmányi osztály dolgozóit a Magyar Színházba. Bár az egyetem új vezetése érvénytelennek nyilvánította a mostani fél évet, a tanárok tovább folytatják a tanítást. Közben viszont a sztrájknak sincs vége, ugyanis a fővárosi törvényszék megállapította, hogy az egyetem oktatóinak sztrájkja jogszerű. 50 napja sztrájkolunk úgy, hogy közben vigyázunk arra, nehogy emiatt kárt szenvedjenek hallgatóink. Az SFE új vezetésének képtelen és alaptalan állításaival ellentétben a fél év érvényes, a tanórákat továbbra is megtartjuk, a járványügyi intézkedéseknek megfelelően online Zoom konferenciák formájában. A sztrájkbizottság tagjai levelet írtak a fenntartónak és a munkáltatónak, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az SFE sztrájkbizottságával. Kerestük a kuratóriumot, hogy megtudjuk, elkezdik a tárgyalásokat, illetve mit szólnak ahhoz, hogy a törvényszék szerint a sztrájk jogszerű. Azt írták, az SFE kuratóriuma és az SFE vezetése a sztrájk tárgyalások tekintetében, akár csak minden más kérdésben, a hatályos jogszabályok szerint jár el. Fejlesztés vagy program nem fog elmaradni a Brüsszellel folytatott viták miatt, mert hitelt mi is tudunk felvenni. Orbán Viktor így reagált a magyar és lengyel költségvetési vétó ügyére a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország a múlt héten vett fel 2,5 milliárd eurónyi hitelt. A DK szerint a kormányfő eladósítja az országot, a hitelre pedig nem kapott felhatalmazást. Bár az uniós tagállami vezetők tegnap esti videókonferenciája nem hozott áttörést, Orbán Viktor az állami rádióban azt mondta, mindenképpen lesz megállapodás az Európai Uniós pénzek jogállami feltételekhez kötéséről. A kormányfő szerint az jelenthetne megoldást, ha a jog szempontjai döntenének, és nem a politikai többség. Az Európai Uniós
pénzalapok, amiket most a válság kezelése érdekében hozunk létre, az mind hitel. A miniszterelnök kifejtette, Magyarország nem veszíthet semmit, és Brüsszeltől függetlenül is megvalósít minden fejlesztést, hiszen épp most vettek fel egy több mint 2 milliárd eurós hitelt. 30 évre kölcsönt Magyarország az unió nélkül is gond nélkül föl tud venni. Ezért ennek a vitának nincs köze a pénzhez valójában, mert Magyarországtól pénzt nem lehet elvenni, vagy meg a fejlesztésekhez kell az hitel, amit föl tudunk venni függetlenül is az uniótól, mert Magyarország egy stabil ország. Ez az Orbáni pánikkormány végső kétségbeesésének jele. A DK az ország érdekeinek nyílt elárulásának nevezte a lépést. Szerintük a hitelre semmi szükség nincs, és az ország eladósítása helyett inkább hagyni kellene, hogy az Európai Unió segítsen. Ezért kár volt vétózni az Európai Unióban, hogy a félig vissza nem térítendő uniós mentőcsomag helyett inkább vaskos adósságba verjék az országot. Donát Anna úgy fogalmazott, Magyarország jelentős támogatástól esne el, ha nem sikerülne megállapodásra jutni, és nem igaz, hogy a helyreállítási alap csak hitel. Persze, meg tudja oldani ezt Magyarország magában is, viszont sokkal drágább, mint hogyha közösen oldanánk meg ezeket a problémákat. A miniszterelnöknek végre fel kéne fognia, hogy az adófizetők pénze, a közpénz, az nem az ő saját zseppénze, úgyhogy nem mindegy, hogy milyen áron veszünk fel hitelt. A portfólió számításai szerint tagállami szinten Magyarország a 2027-es ciklus végéig nézve nettó 5 milliárd euró körüli összeget kapna támogatásként a helyreállítási alapból. Navracsis Tibor a Spirit FM-nek adott interjúban az európai integráció történetében példátlan válságnak nevezte az unióban kialakult patthelyzetet. A korábbi uniós biztos úgy fogalmazott, ő nem lát szoros összefüggést a migráció és a jogállamiság kérdése között, de azzal, hogy a magyar kormány kapcsolatba hozza a kettőt, EU kritikusabbá válik, mint a lengyelek. Globálisabb kritikát tartalmaz szerintem az európai integrációval kapcsolatban. Míg a lengyelek inkább az én érzésem szerint próbálják leszűkíteni az EU-val fennálló konfliktusokat erre az együgyre, a magyarok mintha azt mondanák, hogy ezernyi konfliktus van, amit jól mutat ez az ügy is. A költségvetés ügyében tehát tovább folytatódnak a tárgyalások, a vezetők legközelebb a decemberi csúcs találkozón térhetnek vissza a kérdésre. A járvány és az ezzel járó korlátozások lelkileg is megérintenek mindenkit, még azokat is, akik ezt titkolni próbálják. Pszichológusok szerint leginkább az okoz szorongást, hogy eszköztelennek érezzük magunkat a veszélyekkel szemben. Hát én már megedződtem ebbe az életbe, úgyhogy muszáj elviselni. Akinek gyerekei vannak, tehát muszáj tovább menni, elviselni mindent. Még a legerősebb lelkületű embereket is megérintik a járvánnyal összefüggő korlátozások, ezt tapasztalja a pszichológus. Fábián Tamás szerint érdemes kontroll alatt tartani a veszélyérzetet, mert még bonyolultabb helyzetet is előidézhet a szorongás. Fenyegethet azzal a veszéllyel, hogy megnő az alkoholfogyasztás egyes embereknél, és hát ez mindenképpen adott esetben egy ráépülő probléma, a gyökér probléma természetesen az a helyzet miatti szorongás. A gyerekek csendes elszenvedői a járványválságnak, a Hintalovon alapítvány szerint. Minden tizedik gyereket most konkrét veszély fenyeget családi környezetében, miközben sérül például az oktatáshoz való joguk is. Ma van a gyermekjogok világnapja. Minden gyerek akkor van jól, hogyha a szülője jól van. Tehát ha egy szülő azt érzi, hogy fáradt, hogy kimerült, hogy frusztrált, hogy szorong, hogy kezd beszűkülni a mozgástere mindenféle értelemben, akkor a gyerekének is jót tesz, hogyha a saját lelki egészségével foglalkozik. Kimondottan egészségügyi dolgozóknak ajánlanak pro bono segítséget pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek. 3x45 perces konzultációs lehetőséggel élhetnek a jelentkezők. Hogyha valakinél azt tapasztaljuk, hogy komolyabb szorongások, komolyabb félelmek, sokkal mélyebbre ható strukturális nehézségek vannak ezzel kapcsolatosan akár, vagy bármilyen más tényezővel kapcsolatban, akkor tovább tudjuk irányítani őket a megfelelő helyre. A budavári önkormányzat azt tervezi, hogy újraindítja lelki segélyvonalát. A járvány első hullámában főként gyakorlati tanácsokat kértek a szakemberektől, de a telefonálók beszéltek közérzetükről is. Panaszkodtak arra, hogy alvászavarokkal küzdenek, vagy étkezési zavarokkal, vagy hogy dominálnak a negatív gondolatok. A segítő szakemberek ebben az esetben ugye pszichoterápiát nem tudnak végezni, de ilyenkor mindenféle olyan módszerhez nyúlunk, ami segítséget tud adni, legyen ez relaxáció vagy stresszoldás. Lelki segélyvonalat számos civil szervezet is működtet.